Csöbör Tomi. Na, sziasztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban. Istvánnal. Hány éves újra találkozás? Kettő. Eljöttünk a Smash-be, amit itt láttok. Ekkora a sor egyébként. Már nem olyan nagy amúgy. Nem olyan vészes. Nagy az elvárás. Igen, szerda van és 11:30, és azt fogjuk kérni, az előttünk lévő kért. Nagyon kíváncsi vagyok, ugye igazából két burger van. Egy sajtburger, meg egy rendes hamburger, krumpli üdítő, igazából ezeket kaphatjuk. És rakolni rákollót. Beállunk a sorba, és akkor megnézzük, hogy mit kapunk, és megkóstoljuk végre a Smash. Izgalmas! Azt szeretném kérni, amit az előttem lévőkért. A srácok, most jöttünk ki, 12 óra 14-kor jöttünk ki amúgy, és úgy volt a sztori, hogy mikor álltunk be, de kb. Egy negyed órás sor volt kint, és 11:50-kor kaptuk meg tehát fizettük ki igazából, és bent még töltöttünk 25 percet, tehát összesen egy ilyen 40 perc várakozás volt az egész, mert látjátok egyébként a vágókból, hogy néz ki ott bent, körülbelül ekkora helyük van mozogni, és az összes hús, amit láttunk, majdnem, hogy szarrá volt égetve, nem tudom, hogy tényleg megégette, majd most megkóstoljuk. Annyi, a plusz, hogy kértünk egy kólát, na most a kóla az üveges, bazd meg. Az üveges, tisztít rög a kamera mögött, de üveges a kóla, nem csavarós, azt nem tudod, ez itt fogod. Nem. A múzeumnak a kerítésénél lebaszni a szélén, most nem csinálom meg. Nem csinálod meg? Nem, mert eltelik a kezem is. Tehát nem tudod meginni? Nem tudom meginni, szóval ezt tudom ki az első kukába, amit itt látok. Na jó, azért nem. Nem. Akkor a történet úgy néz ki, hogy van egy krumpli. Mirelit, az fontos egyébként, mert egyébként a Simons-ba, nem a Simons-ba, de például a Five Guys-ba, amikor néztem Amerikában ilyen klippeket, ott tényleg zsákos krumplit felvágják, és akkor rakják be sülni. Ez Mirelit, na nézzük meg. Az elsőt a picsába. Nyilván már ki van hűve, mert én megkaptam negyed órával előbb, mint az Isti. Megvártam. Ezt otthon bármikor megcsinálom, és ez egy maradt egy Lidl-is fűszersó. Meg Family Frost-os krumpli. Igen. Na de a lényeg amúgy, mert ez lesz a lényeg. Nem ez a lényeg. Jó, kibújt az egész krumpli a picsába. Persze. Nyilván nincs egy leülő, de ez most... De amúgy fent van. Fent van, de kinti nincs. Igen. Kinti nincs. Szóval így berakom ide. Neked örülsz, hogyha szabadulsz a helyre. Na, nézzük, a lényeg. Erről veszünk majd close-upot. Vagy most az Isti vesz close-upot. Így nézünk ki. Nem néz ki rosszul. Ez a klasszik? Ez a house. Te is house-t, aha. Én is a house kértem, az igazából az Isti megkérdezte, az mit tud, az annyival, hogy valami majonézes. Alap valami ilyesmi. Az összesben van hagyma, uborka, és mindegyik hamburgerekben, abban a kettőben, ami van. Kettő hús van az összesben, nincs olyan, hogy egy húsos, kettő hús van. Yes. Kész, na nézzük, próbáljuk ki. Nyilván... Egyébként esküszöm, nagyon jól néz ki. Nem néz ki rosszul, de olyan illata van, mint a Mac is sajtburgernek. Egy, igen? Egy per egy. Az jó. Nézzük meg, tesó, olyan puha, szét van ázva, izé. Köszönöm. Na hát most ez a pont, amikor nem értem a hype-ot, az ekkora hype-ot. Hát jó, nem azt mondom, hogy rossz, mert tényleg jó, kösz. De 40 percet várni erre nem éri meg. Hát, ja. Nem. Tehát tényleg jó, mert nem rossz, de... Meg mondod, beszéltük amúgy, hogy a Mekibe... A menü az egy kicsit drágább ennél, nem? Valamelyik. Nem, pedig, olcsóbb. Hogy olcsóbb. Én 2000, nagyon maximum 500 ért veszel egy menüt a Mekiben, amiben üdítő, meg minden. És azt meg is tudod inni. Köszönöm, hogy hazaim. Meg tudom inni a kólát, nem kapok üveget, akármit. Tehát a benti helység nagyon kicsi, borzasztó kicsi. Tehát akkora, mint egy, nem is tudom mit kéne, ilyen 5 négyzetméteres hely. 10. Hát annál azért több szerintem, 10-nél is, hát így hosszú volt ugye. Igen, hosszú legyen egy 15. Igen, de igazából körülbelül annyi a lényeg, hogy akik csinálják a kaját, azoknak körülbelül ennyi helyük van mozogni, és egész nap ezt csinálod. Így lépkedsz. Kis sasszék, igen. Nem tudsz sétálni, mert nem tudsz semmit csinálni. A másik mínusz, hogy a krumpli mirelit nekem, ez azért ne haragudj.
de ez minusz. A harmadik a várakozás és a hype, mert tényleg nem értem. Tehát a Simon's Burgernél csak akkor állt ekkora sor, legalább amit én láttam, amikor most itt az új üzletük a Arany János utcánál, hogy faszon tudja hol. A harmadik negatívum az üdítő, tehát hogy van kóla és víz. És a kóla az üveges, most a víz az nem tudom, hogy üveges lett volna, mert abban a hűtőben nem volt. Volt ásványvíz. Volt, de az úgy néztem. Hát ezt messziről nem láttam, de. És direkt megkérdeztem, hogy ki lehet hozni a kólát, mert ugye éttermek be szoktak ilyen kólát adni, és ott ugye nem lehet kihozni, mert azt ott kell meginni. Mert visszaváltják, igen. Igen, ez a harmadik negatívum. A negyedik, de az nem is negatívum inkább, hanem furcsa, hogy beszéltük az Istvánnal, hogy ugye a house burgerük és a classic cheeseburgerük csak igazából azért különbözik, mert hogy egy majonézes alapban mennek, tehát nincs house sauce, nincsen saját szószuk, nincsen külön kitalált speciális faszom tudja mi, tehát ilyenek nincsenek, majonézes alap és kész. De ugyanúgy szerintem a zsömle az szintén nem így gyártják, tehát az szintén hozva lesz, mint a krumpli. A hús az meg igazából annyiból áll, de azt látjátok a vágókon, hogy szétnyomják a húst, rárakja a hagymát, rárakja, és kész. De olyan feketének tűnt a hús, itt már nem tűnik egyébként olyannak, de feketének tűnt, és azt hittük, hogy megéget. A srácok összességében ennyi volt, ezt még megeszem, meg a krumplit is. Az Istinél is láthattuk erről egy videót, egyébként ő is elmondott az összes véleményét, meg minden negatívumot, pozitívumot, amit ezzel kapcsolatban tapasztaltunk. Yeah. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek, következő videóban talán találkozunk, hogy csinálok még bármiről videót. Szevasztok, viszlát! Hello!